Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Energetikai fórum. Az innovációkról tartottak szakmai beszélgetés Dombóváron. Képviselőtestületi ülés Bonyhádon. Elfogadták az idei költségvetést. A házasság hete. Fókuszban a menyegző és a család. Orvosi rendelő. Átadták a felújított épületet Szekszárdon. Dombóváron tartottak energetikai fórumot, ahol lehetősége nyílt a kistelepülések vezetőinek egyeztetni az energetikai kérdésekkel kapcsolatban. Az eseménysorozat nem csak azért lényeges, mert esélyt ad a szakmai diskurzusra, hanem így közvetlen kapcsolat alakul ki a helyiek és a kormány között. A tavalyi év végén indult programsorozat célja, hogy kapcsolatot teremtsen a kormány és a kistérségek vezetői között, és lehetőséget adjon a szakmai egyeztetésre az energiaügyi kérdéseket illetően. A paksi atomerőmű és a további beruházások lényeges pontjai voltak a Dombóváron megrendezett eseménynek. Mindannyiunk számára nagyon fontos az, hogy a következő években hogyan alakulnak az energiaárak. Ez fontos az intézményeink kapcsán, fontos a lakosságnak, és ahogy önök is látták eddig, mi mindent megtettünk az elmúlt 10 évben azért, és továbbra is így lesz, hiszen a nemzeti konzultáció is ezt hozta ki, hogy a rezsicsökkentésnek a vívmányait meg tudjuk oldani. Úgyhogy önök számíthatnak ránk a továbbiakban, és természetesen mi is arra számítunk, hogy a minisztérium vezetésével biztonságos energiaellátása legyen az egész országon. A Dombóvárra érkezők számára lehetőség nyílt ezen fontos kérdésekről egyeztetni egy fórum keretei közt Koncz Zsófiával, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettesével. Az egész fórumsorozatnak az a lényege, hogy minden vármegyébe elmegyünk, és közvetlenül tudunk helyben beszélgetni a polgármesterekkel arról, hogy nekik esetleg milyen kérdéseik, felvetéseik vannak az energetikát érintően. Nyilván az önkormányzatoknak is ez egy mindennapos kérdés, és nagyon jó, hogyha a kormányzat és az önkormányzatok ebben az ügyben is együtt tudnak gondolkozni. Nyilván a magyar kormány számára a lakosságnak szóló rezsicsökkentés fenntartása kulcskérdés. Azt gondolom, hogy ez közös érdekünk. A kormány célja a jövőben is támogatni a települési önkormányzatokat, illetve különböző fejlesztési forrásokat biztosítani számukra az energetika területén is. Egyhangulag elfogadta az év legfontosabb napirendi pontját, a 2024-es költségvetési rendeletet a Bonyhádi képviselőtestület. Az ülést egy perces megemlékezéssel kezdték. Egy perces néma főhajtással kezdődött a Bonyhádi képviselőtestületi ülés. Kolozsiné Gergely Ceciliára, a Felvidékiek Egyesületének elnökére emlékeztek. Ezt követően pedig a város legfontosabb döntését hozták meg, elfogadták az idei év költségvetési rendeletét. 4,1 milliárdból gazdálkodunk az idei évben. Úgy gondolom, hogy ez az előterjesztés, ez a rendelet, ez tartalmaz minden olyan szükséges eszközt, amivel minden intézményünk tud rendben működni. Egy jelentős fejlesztési tartalékkal fogadtuk el, tehát az arról nem lehet szó, hogy esetlegesen egy ilyen választási költségvetést hoztunk volna létre, hiszen szeretünk óvatosan tervezni, és inkább az év során, amikor már biztosan látjuk, hogy hogyan alakulnak a számok, akkor többet költeni. Egyébként is én úgy nőttem fel, és úgy tanultam, hogy akkor kell megfogni a pénzt, amikor van miből. És hál' Istennek van, hiszen 1 milliárd forintos többletforrással fordultunk az évbe, tehát ennyi maradványjal számolhatunk az idei esztendőben. 100 millió forintot a civil szervezetek számára, 32 millió forintot pedig a sportélet biztonságos működésére fordítanak. A polgármester elmondta, 12%-os béremelés sikerült a városnak saját forrásból eszközölnie minden önkormányzati és hivatali dolgozó számára. Betöltésre kerül a Cseh Miklós halála okán megüresedett házi orvosi praxis is. Én örömmel tudok arról beszámolni, hogy gyakorlatilag egy hónap alatt megállapodásra jutottunk dr. Németh Csabával, aki egyelőre április 1-től, de teljes állásban 40 órás helyettesítéssel látja el a körzeti orvosi feladatokat a 3-as körzetben. Majd amikor a praxisok egy éve lejár,
akkor azt követően pedig főállásban és nem önkormányzati alkalmazottként tudja majd ezt megtenni, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Ugye dr. Németh Csaba szekszárdi kórház főigazgató főorvosa volt december 31-ig, egy kiváló belgyógyászról beszélünk, aki fiatal, és remélem, hogy több évtizedeken keresztül fogja még a bonyhádiak egészségét szolgálni. Döntöttek még a bonyhádi varázskapu bölcsőde és óvoda nyitvatartási idejéről és a beiratkozás időpontjáról is, ami április 23-24-e lesz. Most rövid híreink következnek. Hónapok óta borzolta a helyiek kedélyét az, hogy valaki több Dombóvár kerületén lévő tanyát és melléképületet felgyújtott. A dombóvári rendőrkapitányságon rongálás miatt indítottak büntető eljárást a tűzesetek kapcsán. A hatóságoknak rövid időn belül sikerült azonosítaniuk a gyújtogatót, akit már ki is hallgattak gyanúsítottként. A dombóvári egyenruhások megerősített rendőri jelenlétet szerveznek a környékre. Közel 12 milliárd forintos keretösszeggel elindult az a program, amelynek célja, hogy munkához segítse a foglalkoztatásból akár generációkkal korábban kiesett családokat, önálló keresetet, önbecsülést és tervezhető jövőképet adjon állástalan embereknek, tájékoztatott a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A projekt uniós finanszírozásból visszanemtérítendő támogatással a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg. A képességek és készségek fejlesztésén túl helyi gazdálkodásra alkalmas területek kialakítása, műhelyek és kisüzemek létrehozása, valamint az értékesítési folyamat megszervezése, a helyi beruházások létrejöttének ösztönzése is cél. A pollenterhelés országosan magas, de a napokban az eső, illetve az éjszakai fagy átmenetileg kis mértékben csökkentheti, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján. Azt ajánlják, hogy a tavaszi fák pollenjére allergiások készüljenek fel a tünetek megjelenésére, erősödésére, és kérjenek tanácsot kezelő orvosuktól. A házasság hete alkalmából Sevcsik Zoltán evangélikus lelkésszel beszélgettünk a házassági kötelékről, ennek jelentéséről és fontosságáról napjainkban. A Szekszárd és környékének evangélikus lelkésze Sevcsik Zoltán elmondta, ahhoz, hogy egy pár jól tudjon működni, sokat kell egymásra figyelniük a mindennapokban is. A Valentin nap után nem sokkal, most már több mint 20 éve egy angliai kezdeményezés során nálunk hazánkban is megrendezésre kerül a házasság hete. Tudtam, a 21 országban tartják ezt az alkalmat, így köztünk a mi Magyarországunkon is. Civil szervezetek, főleg keresztény egyházak részvételével és programsorozatokkal vasárnaptól vasárnapig, az idén ez február 11-től 18-ig tart. Az idei évnek a témája állandó megújulásban. A keresztény hit és gondolkodás hagyományában az egyik legfontosabb mondat a házassággal és családdal kapcsolatban a teremtés történetében így szól: nem jó az embernek egyedül lenni. És itt Szekszárdon is azért van néhány alkalom. Mi evangélikus közösség most nem tartunk ezügyben alkalmat, de például a reformátusok, a szekszárdi reformátusok tartanak, és a házasság öröme áll az fókuszban, erről beszélgetnek, vagy éppen vasárnap, a plébános úr így világosított fel, vasárnap majd a Bélőtéri templomban a mise keretében lesz házasoknak a liturgikus megáldása, tehát még lehet csatlakozni ehhez a programhoz itt nálunk is. A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A magyar női vízilabda válogatott bejutott a dohai világbajnokság döntőjébe. Mihók Attila és Cseh Sándor együttese szerdán a négy között 5 méteresekkel 13-11-re nyert a görög csapat ellen. A büntető párbajban nem rontottak a magyarok, magyari Aldával szemben pedig kétszer is hibáztak a görögök. A magyar válogatott legutóbb 2022-ben a Margit-szigeten játszhatott az aranyéremért, akkor kikapott az olimpiai bajnok amerikai csapattól, amellyel pénteken is találkozik majd a katari viadalon. A szekszárdi UFC labdarúgó gárdája a szombati Bonyhád Majos elleni 2-0-ás sikert követően szerdán este a Paksi FC második csapatát is legyőzte, így egymás után második sikerét jegyezte a téli felkészülési időszakban.
A Szekszárdia góljait Béla Dániel és Járfás Gergő lőtték. Hétfőn este 8 órakor hazai pályán fogadja a Tolnamösi Futszál Sportegyesület harmadosztályú férfi csapata az élvonalban játszó pécsi PTE Peac együttesét a Futszál Magyar Kupa harmadik fordulójában. A tét a legjobb 8 közé jutás. Ágics Péter gárdája legutóbb az esélyesebbnek számító Nagykanizsa csapatát ejtette ki a kupa küzdelmekből. Szekszárdon a Vörösmerti utca 5 szám alatt a volt felnőtt orvosi ügyelet épületében két rendelőt adtak át. A korszerűsített, uniós szabványoknak megfelelő épületben több mint 4000 páciens tudnak ellátni. Dr. Bálint Orsolya, a 14-es számú körzetházi orvosa az első Béla gimnázium rendelőjéből költözött át a megújult épületbe. A területi ellátási kötelezettségem az Aliszka, a Barátság utca és annak környékére vonatkozik. Eddig a rendelő ettől a legtávolabb esett a Kadarka utcában volt, és most mindannyian busszal is, autóval is, de akár még gyalogosan is sokkal könnyebben megközelítik az épületet. Hozzátette, a járóbeteg ellátáshoz szükséges felszereléseket korszerűsítették, megkönnyítve ezzel a dolgozók munkáját, valamint a betegek kezelését. Vannak kis laborgépek, tehát ezekkel mondjuk gyulladásos faktorokat, de akár vizeletparamétereket is meg lehet határozni. Aztán boka karindex mérő, korszerű EKG készülékek, hallás és látásvizsgáló eszközök, Doppler ultrahang, ami mondjuk az érszűkület diagnosztizálásában nagyon jelentős. A Kadarka utcai rendelő kevés helyen rendelkezett, emiatt a betegek pozitívan fogadják az új, tágas, elkülönített várótermekkel kiépített épületet. Most helyünk is van arra, hogy használjuk azokat a korszerű eszközöket, amiket EFOPOS támogatásból is kaptunk meg, azokat is, amik már korábban megvoltak. A számítástechnika az a korábbival megegyezik, azokat már nem fejlesztettük, de nem régiben fejlesztettem a régi rendelőmben ezt. Most további beruházást nem tervezünk ugyan, de a jelenlegiek úgy gondolom, hogy a diagnosztikát nagyon-nagyon nagy mértékben segítik, és kevésbé kell igénybe venni a betegeknek a szakrendeléseket. Dr. Papp Zoltán háziorvos elmondta, információs táblákat helyeztek ki a könnyebb tájékozódás érdekében. A pácienseket a megszokott időben látják el, néhány változásra azonban számítani lehet. Ugyanazzal a rendelési időszakokkal dolgozunk, mint korábban. A rendelési időszakot inkább így mondanám, osztottuk a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően különböző részekre, ami részben ugye a megelőző tevékenységet, illetve a gondozás szolgálja, illetve van mód ugye az akut betegeknek ugyanúgy bejelentkezni, mint ahogy korábban. Új bútorokat szereztek be, valamint az eszközparkot is bővítették, amely a praxis során tudnak majd használni. A körzet mintegy 2500 személy ellátását tudja biztosítani. Regionális híreink következnek. Korszerű helyszín a betegeknek. Átadták a pécsi pszichiátriai gondozót. Az év honlapja. Újabb elismerést vehetett át a Balatoni Hajózási ZRT. Elkészült a Misina tetőpont. Az épületkomplexumot szombaton Misina családi nappal vehetik birtokba a pécsiek. Valamivel több, mint 500 millió forintból készült el a Pécsi Tudományegyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának gondozója és rendelője, melyet ünnepélyes keretek között adtak át. A rehabilitációs központra szintráépítéssel felépített új, több mint 300 négyzetméteres klinikai részlegen többek között a súlyos, krónikus megbetegedésekben szenvedőket segítik a gyógyulásban. Legyenek kedvesek ide nézni. Köszönöm. Tökéletes. Köszönöm. A fotók elkészítése után a nemzeti színű szalagot is átvágták a pécsi pszichiátriai klinikán. Átadták azt a gondozót, ahol a járó betegeket fogadják a szakemberek. Több százezer közvetlen érintett páciens van, akiket országszerte számon tartanak az egészségügyi rendszerben, és egyes becslések szerint akár a 10 milliós Magyarország keretein belül minden negyedik embernek lehet valamiféle pszichiátriai, addiktológiai problémája. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen mindannyiunk, mindegyikünknek a családja vagy munkahelyi érintettsége fennáll. Ilyen értelemben semmilyen forrás, allokáció nem kevés
arra, hogy ezt a nagyon komoly társadalmi feladatot sikerüljön kordában tartani. A szakembereknek meg kell adni minden segítséget, hogy el tudják látni ezeket a betegeket, mondta a képviselő. Az eseményen az egészségügyi államtitkár ismertette az országos projekt részleteit. Itt egy több mint 4,5 milliárdos projekt zárására kerül sor. Ez az Országos Kórházi Főigazgatóság és az egyetemek konzorciumában végrehajtott projekt volt. Pécsre több mint 500 millió forint jutott erre a fejlesztésre. De itt pont képviselő úrral az előbb beszélgettünk, én gyorsan összeszámoltattam a kollégáimmal. Az előző fejlesztési ciklus kezdete óta, tehát 2014 óta, 10 év alatt mekkora forrást kapott itt a klinikai központ. És azt kell, hogy mondjam, az összesítés végeredménye, hogy 2014 óta 7,3 milliárd forint uniós, és ezen felül 7,9 milliárd hazai forrást kapott a pécsi klinikai központ. A beruházás során emeletráépítéssel alakították ki az új intézményt. A pécsi fejlesztést az osztályvezető mutatta be. A klinikai központ pszichiátriai járóbeteg ellátásának a helyszínén vagyunk, ami a rehabilitációs központ második emeletén nyílt meg egy európai pályázat keretében, ami félreérthető lehet, hogy ez egy pszichiátriai és addiktológiai pályázat volt, viszont ez egy általános pszichiátriai gondozó. Baranya vármegyében az addiktológia egészen más gondozókhoz tartozik. A gondozóban azokat a betegeket fogadják, akik az osztályról kikerülve további ellátást igényelnek. Évente mintegy 8200-8500 járó beteg találkozhat itt az orvosával. A Baharc honlapja lett a kormányzati kategória legjobbja. Ezzel pedig elnyerte a szakmai zsűritől az év honlapja 2023 kitüntető címet. A társaság hosszú évek óta dolgozik azért, hogy elégedettek legyenek az utasok a hajós szolgáltatásokkal, ehhez pedig hozzátartozik az arculat frissítése is. Hát gyakorlatilag amikor az új honlap elindult, akkor a teljes felépítése megváltozott, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen letisztult, tényleg jól áttekinthető formát kapott, nyilván azokra az alapszolgáltatásokra fókuszálva, ami egyrészt ugye a hajózás azon belül a kom közlekedés, illetve a fő személyhajó szolgáltatások. A felelős foglalkoztató és a családbarát munkahely elismerések után az év honlapja 2023 címet is bezsebelte a Balatoni Hajózási ZRT. Gyakorlatilag a 2023-as jelöltek közül az év honlapja a díjpályázaton lett kategória győztes a Bahart és a Bahart honlapja, ami egyébként valóban egy jelentkezéssel indul, és úgy gondoltuk, hogy az új honlapunk, igazodva egyébként az arculatváltás folyamatához, az új honlaphoz, illetve az online jegyvásárlás lehetőségéhez, mindez lehetővé tette azt, hogy valóban most már kiálljunk egy versenyben is a nagy közönség elé, úgyhogy erre kaptunk most egy nagyon jó visszaigazolást, hiszen a kategóriája legjobb lett a Bahart honlapja, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra a közös munkára, amit a csapattal, a belső csapattal, illetve a fejlesztőkkel elértünk. A cégnél folyamatosak a fejlesztések, de nem csak a hajók és a kompok újultak meg, a társaság a marketingre is nagy hangsúlyt fektet. 2022-ben történt a Bahartnak, ha nem is arculatváltása, de mindenképpen arculat frissítése. Egy letisztultabb, egyszerűbb és fiatalosabb, dinamikusabb kommunikációs irányt választottunk. Úgy gondoljuk, hogy a Bahart megújításának fontos része az, hogy ne csak a hajók újuljanak meg, hanem majd a kikötők is, az arculat, a kommunikációnk. Szeretnénk nyitni minél több új célcsoport felé is, úgyhogy ennek szól ez a fajta külső változás, és ennek szólnak a fejlesztések és a sok-sok újdonság is. Mivel már online is meg lehet a hajójegyeket vásárolni, ezért az is fontos szempont volt, hogy ez a szolgáltatás könnyen elérhető legyen a honlapon. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak jó számokról tudjunk beszámolni, meg izgalmas programokról, hanem fontos az is, hogy milyen a kommunikációnk, milyen a megjelenésünk, milyen a vállalatnak a hírneve. Ehhez hozzátartozik természetesen az arculat és a honlap is. Hozzátartozik az is, hogy ma már online is megvásárolhassák a jegyeket az embereket, úgyhogy a különböző informatikai fejlesztéseink mind ennek szólnak, és nagyon örülünk annak, hogy erről a szakmai zsűri is hasonlóan gondolkodott, úgyhogy a jó számok mellett egyébként azok a díjak, amiket az elmúlt egy évben kaptunk, hiszen a mostani cím mellett például felelős foglalkoztató vagy családbarát munkahely is lettünk, azt gondolom, hogy annak a visszaigazolása, hogy valóban jó úton járunk, és egy jó céget építünk.
A balatoni komp, illetve hajózási szolgáltatást tavaly mintegy 2 millióan vették igénybe, ezzel pedig újabb utasforgalmi rekordot döntött meg a hajózási társaság. Elkészült a Misina tetőpont a TV-torony szomszédságában Pécsen. Az egykori Misina étterem megújult, megszépült épületkomplexumát hivatalosan szombaton vehetik birtokba a családok, természetbe vágyók. A négyszintes épülethez hatalmas játszótér is társul. A Misina tetőpont fejlesztését Pécs megyeióváros önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében 465,17 millió forint támogatásból valósította meg. Az ünnepélyes átadót a városvezetés kedden tartotta. A megnyitón Péterfi Attila polgármester köszöntője után az épület bejárása következett. A földszinten büfé, túrabolt és szervizpont található a bicikliknek. Az emeleten rendezvényterem helyezkedik el üvegfallal körbevéve, mely kiváló kilátást biztosít a mecsekoldal lankáira. Terasz és lombkoronasték teszi teljessé az élményt. A tetőn skybar fogadja a látogatót, az alaksorban pedig öltöző és zuhanyozó található. Gyergyák János az egyik tervező elmondta, annak idején a közösségi szavazás után csatlakozott a tervező vállalkozás a feladat végrehajtására. Ez úgy történt, hogy az aktív és a családi Misina tervezési programját Pécs lakossága kiválasztotta és meghatározta. Ezt követően ugye nekünk az elsőleges feladatunk ennek a funkciócsoportnak az épületbe illesztése volt, amit próbáltunk maximálisan meglévő kontúron belül ugye elképzelni, illetve megvalósítani, és ehhez tulajdonképpen két plusz extra ilyen épület bővítményt került megfogalmazás. Az egyik az pont, ahol most állunk, ugye a lombkoronasték, illetve a másik, amíg a háttérben talán látható, ugye egy tetőpont, egy tető terasz skybar funkcióval. A több funkciós épület 2-300 ember befogadására alkalmas. Nagyobb rendezvények alkalmával akár 4-500 ember is elfér a külső térben, fogalmazott az egyik tervező. A kivitelezés 2023 márciusától decemberig tartott. Nagyjából 10-11 mérnöki disziplína foglalkozott a tervel, és több mint 20 mérnök vett részt a tervezésben közel egy évig. Jedlicska Zsófia, a Pécsi Létesítményüzemeltető Kft. Ügyvezetője azt szeretné, ha a Misina tetőpont családi és mozgástér egy jól kihasználható közösségi térré válna. Az épület mellett egy hatalmas játszótér fogadja a családokat, kisgyerekeket. Az egykori Misina étterem megújult, megszépült épületkomplexumát hivatalosan szombaton, a Misina családi napon vehetik birtokba a családok, természetbe vágyók. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Energetikai fórum. Az innovációkról tartottak szakmai beszélgetés Dombóváron. Képviselőtestületi ülés Bonyhádon. Elfogadták az idei költségvetést. A házasság hete. Fókuszban a menyegző és a család. Orvosi rendelő. Átadták a felújított épületet Szekszárdon. Pénteken a Dunántúlon eleinte változóan felhős, napos idő lesz, majd később tartósabb napsütés várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Az éjszaka első felében szerte az országban derült idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!